Szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. A tavalyi évhez hasonlóan idén is eljöttünk Ráckevére, a Dunapart Festre. Nézzétek meg, hogy milyen a fesztivál. Igen, nagy brigád itt a Dunapart Festen, a Beethoven koncert után. Hát fiatalabbak is, idősebbek is. Hogy keveredték közéjük? Nem tudom, úgyhogy nem borotválkoztam meg. Annyit szeretnék én, hogy te Mobile Fox member vagy amúgy? Nem. Nekünk nem is számít, nem mi kérdezzük, csak úgy kíváncsi voltam. Nem, egyébként nem. Nem vagyok Mobile Fox fan. Honnan van ez a Dior szemcsi? A Holiról van. Eredeti? Gőzöm sincs. Hazudik szerintem, biztos, hogy nem eredeti. Telefonáltam, nem eredeti, néztem le... Lopta! Néztem le a földre, megláttam egy szemüveget. Felveszem, mondom Dior, én ezt hazaviszem, és haza is vittem. És neked, hogy designer, Dior! Persze, a legnagyobb OTL-fan vagyok. A Misi összes számát tudtam, amit ma adott. Már volt a Misi? Volt. Faszta, mert rájöttünk amúgy, akkor lekéstük, nem? Le. Ahhoz mit szóltok, hogy kritikus hangok szerint sokkal több a WC, mint amennyinek kellene lennie. Itt mondták ilyen fesztivál elemzők szerintetek. Sok WC van, vagy inkább kevés? És mellettünk vastag. A WC-ben? És mondták, hogy folyik a WC. És folyamatosan ezt mondogatták. Milyen hangokat hallottál te ott? Hát ilyen nyögéseket. Hallod, mindjárt visszahívlak, jó? Szia! A lányok, miért akartok interjút? Hány éves vagy? Én 12. Tavaly szerelmes voltam beléd. És mi történt idénre? Mi változott azóta? Most a K-Kevin. Ja, már K-Kevin. K-Kevin, most a K-Kevin. Miért lettél inkább K-Kevines, mint Miskovics Marci, őszintén? Mert tavaly valahol itt voltál, nem? Benne voltál a videóban, nem? Igen, és rosszul is lettem, és azért mentem haza. Mi bajod lett? Hát, meglátott téged. Ilyen rosszul lehet lenni tőlem? Nem, olyan, mert zavarba jöttem, és így össze-vissza futkároztam. Miattam. Igen, és most már így rosszul lettem, szóval... Hány éves vagy? 13 leszek. Hogy lehet, hogy egy év van közöttetek, és egy fej is van közöttetek? Ez genetika. De te hamar meg fogsz nőni, én is ilyen kisrác voltam, és hirtelen megnőttem. Apukám gimnáziumban 100, akkora volt, mint én. És aztán hirtelen megnőtt. Igen, most 180 centi. Milyen volt a Beethoven? Hallom, semmi hangod nem maradt, gondolom most lett a koncertnek a vége, milyen volt? Nekem kellett a Beethoven helyet itt performálni. De mert hogy elment a hangja neki is? Hát nem volt el itt? Nem voltam itt, most jöttem. Mi volt? Mi volt? Meséld el! Látnod kellett volna. Szar volt a hangosítás? A technika az... lefőtt, úgyhogy... Mi volt vele? Elment az áram, vagy mi? Ja, te nyomtad torokba a Beethoven helyet? Sajnos. Emberek viszont észrevették azt, hogy nem a Beethoven van, hanem te? Próbáltak segíteni, érted, de hát ez ilyen. Jó, van, gratulálok akkor a performance-ot, mondjad, bátya! Szóval, örülök, hogy látlak, faszos! Én is örülök neked, bátya, azt mondd! Mondja. Arra is nézzél, meg erre is! Azt mondjad, figyelj, adjunk! Nem, várj, egy boltkupont adjál! Nincs nálam most esküszöm! Muszáj! Csak a soundos! Várj, csak hagyd mondjak! Adok, utalok neked egyet, vagy küldök egyet! Nem jó, azért nem jó nekem! Nincs rám esküszöm, mert megmotozz haza, nincs rám! Mutass egy manus táncot akkor, milyen a manus? Manus tánc, nyomod vele! Mutat, taníts meg, hogy... Gyere, tesó, te is nyomod! Mi van a táskában? Nem kell megmutatni, csak hogy így nagyjából mondd el, mert mindig ez érdekel, hogy ilyen fesztiválozóknak a hátizsákjában mi van? Sőt, megmutassam, tesó. Téged ismerlek. Szervusz. Szevasztok. Na, mi van a... Ilyen nőknél szokott lenni ez a mi van a táskában? Van egy bukós is? Ez kibaszott bukósik, a többi meg melós ruha, haver. De biciklivel jöttél? Hát melóba igen, de már évvel. Ja, de tesó, és amúgy bringázni bebaszva nem szoktál te amúgy? Lehet, tesó, geci veszélyes. Akkor át lehet esni, úgyhogy ne csinálja. Tapasztalat? Persze. Most láttam egy csávot, aki szét volt horzsolva amúgy. Neked mi van a táskád? Van valakinek a pénztárcája, nem tudom ki, de van benne. Nem a tiéd? Nem. Az a szivac most. Zsebembe. Tényleg itt van a zsebembe. Bátya, akkor miért van más pénztárcája a te izédbe? Nem tudom, hol a faszomban. Marci! De durva. Te nem, valahol van, nem találkoztunk ma? Nem, biztos. Ami fagyizóban, nem, a sütizőben nem te adtad nekem a cukrászdába a tortát? Francia krémes tette. Nem, te volt, lehet a nővéred, van nővéred? Van. Hasonlít, nem a Hollán elnőben dolgozik? Nem. Van itt egy nagyon nagy attrakció, ezt a halat elvileg te fogtad. Miket kell tudni róla, tehát hány kiló, hol fogtad, egyedül fogtad-e? Ez egy 80 kilós arapaima, Tájföldön fogtad. Csoda, herepálmány? Arapaima. Arapaimány, ez milyen nyelven van? Hát, az jó kérdés. Milyen típusú hal ez, vagy milyen fajta? Hát, bojlival fogtuk, azt tudom, hogy a... Mivel? Bojlival. Az micsoda? Ilyen ízesített kis golyó. Ezt akartam kérdezni, mi volt a technika? Az volt, azt fölcsalisztuk, azt úgy fogtuk. Mennyi idő után, tehát kiültetek, és akkor mennyi idő után fogtátok ki ezt a halat? Hát egy jó pár óra biztos volt, egy 5 óra biztos. Az igen, akkor kifárasztottátok rendesen? Hát nem a fárasztás, addig vártunk fárasztás, egy 30 perc biztos volt annyi. Semmi, nem? Hát, ja. Azt mondja, hogy egy 80 kilós volt a hal, te hány kiló vagy?
Hát én most 55, akkor 40 voltam. De akkor hogy bírtad el a halat? Tehát akkor ne kétszer akkora a hal, mint te? Nem volt könnyű, engedni kellett sokat az orson. És utána visszadobtátok, vagy megsütöttétek? Megettük vissza. Elmondhatjátok, hogy megettétek. Nem gáz, elmondhatjátok. Megettük vissza. Tehát akkor megettétek. Hallő, nem tudod, hogy ez a mobil foxos? Nem, mobil fox nem bőr vagy? Figyeld, ezt figyeld, figyeld. Mutasd a badge-et! Ott van, badge! Mutasd meg a kamerába! iPhone 14 Pro meg ilyen. A mikrofon neked adom! Ja, köszönöm szépen, mert iPhone 14, köszönöm szépen! Dobd el, dobd el! Legyetek memberök, jó, sziasztok! Te járod a manus táncot? A minden este! Ja, milyen már manus tánc? Mutasd már meg! Az arc kifejezés is kell hozzá, nem? De TikTokra megüllek! Nem, YouTube-ra akartam, tesóm! Ja, az... Rendesen hasonlított a Bagosinak a frontemberére, amúgy egy kicsit mondták már! Hogy? Tényleg? Bagosi Norbira! De én imádom őket, még azelőtt hallgattam, mikor még ilyen 3-4 ezeres megtekintésük volt. Na és akkor mondhatjuk, te egyik legnagyobb rajongójuk vagy. Hát mondhatni lényegében, ős rajongó. Ős rajongó, és akkor te minden koncertre kíséred őket, még az is, ami Erdélyben van? Nem, ez lesz az első konkrétan. Gyergyó Szent Miklós tudod, hol van? Erdélyben. Hát onnan származnak. Ezt tudom, igen. Nem volt olyan, még összekevertek téged a Bagosiékkal? Hát figyelj, nem volt, de remélem egy ötfős csajbanda egyszer össze fog keverni vele. Tudjátok, mi kell a koszra? Takarító nő. Anyukámnak kéne egy autogram. Nagyon szeret. Hol van anyukád? Anyukám otthon van. Hány éves anyukád? 43. Ó, miért is nagyon szeret engem? Szivatsz most. Esküszöm. Vidiket nézi YouTube-on. Tudod, ki szeret téged a legjobban? A barátom. Miatta vagyunk itt, csak zavarba van. Na mesélj valamit, hogy vagy? Nagyon jól vagyok. Mi Sziget-Szent Miklósnak a brutál társasága vagyunk. A miklósiakat képviselitek itt most Ráckevén, nem? Igen. Hát nem vagyunk egyedül. Kikkel vagytok? Hát figyelj, még van akit haverok, csak az a baj, hogy szanaszét szórodunk, mert... Nem akkora a fesztivál, hogy így elhagyjátok egymást. Nem szórodunk. Itt vannak a barátok, a szerelmünk, a soproni testvérek. A soproniak, tartsuk össze, testvérem! Na, és azt mondjátok, hogy milyen egyébként tényleg takarítónő, milyen eddig a hangulat, milyenek a fellépők, kit vártok leginkább? Igazából kurva nem szabad, milyenek a fellépők. Eliszogattok, nem? Mi kell, és nem számít. Rengeteg jó csaj, aki itt a környéken van, itt veletek van amúgy? Nem lehet véletlen, nem? Az egyik jó csaj. Forduljunk ki rá, az egyik jó csaj. Tehát jó csaj egy, jó csaj egy. Jó csaj kettő. Jó csaj 3, jó csaj 4, jó csaj 5. Hogy van ez, hogy ennyi jó csajjal vagytok? Hogy csináljátok? Én mindig ezt kutatom évek óta. Te miattad vagy te miattad van ez így? Az igazság az, hogy úgy az a vezeték nevünk, hogy Szabó és Fekete és mindentem. Nem, azt hittem a bódi tesók vagytok. Kibaszott, hogy pákból jövök, igen. Végre van ki be... Nekem szerelmem van, bocsánat. Nekem nagyon nagy szerelmem van. Szia, figyelj, azzal szedett össze, hogy fuckboy, vagy azzal, hogy jó pacek. Tesóm, én szerelmes vagyok 3 éve. Akkor szerelmes? Igen, igen. Mivel hódított meg téged? Mi volt ez a duma, tett, bármi? Barátságunk. 3 éves barátság után lettünk együtt. Nem, fiú és lány barátok voltatok? Pontosan, mi örök? Van remény. Van ám, nagyon sok remény van. Tesóm, te hogy ennyire kitartó voltál? Mi motivált téged? Ja, másod, 2,5 évnél te miért nem hagytad abba a barátkozást? Azért nem találtam nála szebb nőt. Ezt megértem egyébként. Találtál nála ma? Én még itt nem láttam szebb nőt egyáltalán. És van. Nagyon Európában sem. Pontosan, tesóm, pontosan. Kivéve az én kedvesem, mert ő is nagyon gyönyörű. Most a Soundról jövök, az írdatlan drága volt, itt a Dunaparton mi a helyzet? Sokkal kevesebb. Korrektebb? Korrekt. Árértékarányban azért megfelel. Fécék száma megfelelő? A pultok száma nem felel meg. A fécék az megfelel, de a pultok az light. Az kevés, de amúgy jó minden. Rengeteget kell sorban állni. Sokan vannak. Sok a sor, kevés a pultos rác. Nem lehet azért, oda mentek a pulthoz, ezt kifosztjátok egyébként? Nem lehet, hogy ez amúgy itt a hiba? Fiú, én már úgy mondtam, hogy mindenkit meghívok, csak engedjenek előre. Engedjenek, és még egy órán belül úgy sem sikerült előre jutni. Úgy. Itt nem lesz drága a fogyasztásod, hogyha mindenkit meghívsz? Az már mindegy. Gyertek Bajára, Bajéhalfőzőfesztiválon! Bajéhalfőzőfesztiválon! Maján! Most megy! Mi ez pontosan? Ez egy e-cigaretta, amin van Tamagocs is. Mi? Tehát, hogy lehet az, hogy közben cigizel és közben játszol, vagy ez miért találták ki, vagy ez miért létezik? Fogalmam sincs. Honnan rendeltette ezt? Hát nem rendeltem, elmentem Párkányba és megvettem. Tehát ki kellett menni Párkányba ezért? Pontosan. Otthon az ablakpárkány, vagy Erkély Párkány, vagy pedig ez egy másik Párkány? Ez Szlovákia Párkány. Szlovákia! Ezen a GTA San Andreas-et le lehet tölteni? Nem. Hogyha esetleg bedugjuk egy PC-be és rátöltjük, akkor se? Igazából minden lehetséges.
De lehetséges, csak akarni kell. Igen, pontosan, pontosan. Milyen a férfiaknak az összetétele itt a Dunaparton? Idősebbek, fiatalabbak? Idősebbek. Szintén jó hallottam, amit a fülemben mondták be, a vezérlőből. Jó hallottam egyébként, hogy te egy ilyen pasi falu hírében állsz? Hát, nem tudom, mondhatjuk, hogy igen. Ez mit jelent, hogy mi a rekordod neked? Rekordom, azt nem árulom el. Ne haragudjatok, ez titok. De hogyha tippelek, hogy mondjuk 20 és 30 között, 30 és 40 között, 10 és 20 között? Alatt. 10 alatt? 10 alatt. Semmi, hát ezt simán fel lehet vállalni. Hát én egy... Figyelj, egy úri nő vagy. Ezt mutatom a kamerába. Aha. Na, szóval ez lehet itt. Itt lehet a kutya elásva. Na figyelj, ezt... Hátamon is megmutatom, várjál. Na, tiszta Justin Bieber né vagy te? Hailey Bieber. Hailey Bieber. Szintén azt mondod, hogy kivel érkeztél ide a Dunapart Fesztiválra, és kivel fogsz távozni? Hát a legjobb barátnőmmel érkeztem, az apukámmal és a családommal, és valószínűleg velük fogok távozni. Akkor ez azt jelenti, hogy ráckeveiek vagytok, tőzsgyökeres ráckeveiek. Csepeliek vagyunk. Csepeliek! Közel van Csepel! Hogy lehet, hogy szingli vagy, Szintia? Hát ez nagyon jó kérdés, ez a nagyon jó kérdés, tehát hogy erre várom a válaszokat. Kommentbe írjátok meg kérlek, hogy kinek mi a tipje. Szintia, utolsó, képzeld, a mai adásban zenét is lehet küldeni. Milyen számot szeretnék küldeni és kinek? Azariától szeretném küldeni, nem, bocsánat, Destől szeretném küldeni a Rollin. Rollin, Feed KKV Young Fly. Nagyon. Nagyon szépen köszönjük, csók! Megégett a beat, káoszod a kint.